Szántó János fél éve költözött Borsod megyéből Moson-Magyaróvár mellé. Munkát sokkal könnyebben talált, mint szálláshelyet. Júniusban jöttem ide, nagyon nehéz volt szállásra válni, a helyi segítséget, tehát a Pausiskáberté segítségével, a helyi vezetők segítségével tudtam szállásolni. Néhány éve Moson-Magyaróváron és környékére egyre többen érkeznek, ami az osztrák munkaerőpiac nyitásával tovább fokozódott. A vendégmunkások fogadására mára egész iparág épült ki a városban. Eddig több olcsó munkásszálló nyílt, de azok sem bírják a rohamot. Albérletet is lehetetlen itt találni. Ezen a helyzeten szeretné javítani az önkormányzat. Az önkormányzat birtokában volt egy olyan épület, amelynek a hasznosítására eddig nem találtunk olyan megoldást, ami észszerű lett volna, viszont akkora igény van munkásszálló iránt, az új szorgos kezek iránt, hogy az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt a egykori szovjet laktanya épületét munkásszállóval alakítja. A rossz állapotban lévő egykori orosz laktanya átalakítása már megkezdődött. Egy nagy térből alakítjuk ki a szobákat. Kényelmes és a piaci igényeknek megfelelő munkásszállót hoznak létre, mondja a kivitelező. 3-4 ágyas szobákat alakítunk ki, ezek teljesen butorozottak lesznek, gyakorlatilag az ágyneműtől elkezdve minden megtalálható benne, amire szükség van. Tehát itt gyakorlatilag a munkásoknak már csak a pihenésükről komfortosan próbálunk gondoskodni. A beruházás költsége 70 millió forint, első körben a szálló 100 férőhelyes lesz, de az épület alkalmas arra, hogy igény esetén 400-ra bővítsék. A létesítmény a tervek szerint áprilisra készül el.